Köszöntöm a Hír FM Rádió hallgatóit, a háttérképet hallják a mai műsorvezető Gajdi Csottó, és köszöntöm vendégeimet, Bogár Lászlót és Boros Imrét, szervusztok! Szervusztok! Amikor mi legutóbb találkoztunk, megfogadtuk, hogy folytatjuk, mert hogy úgy sem lesz vége. Hát így jártunk ezzel. Dúl a háború továbbra is, most már átlődöznek az ukránok Oroszország területére, ebből sejtem, hogy még nagyobb balhé lesz, de ami, ami leginkább izgatja most Európa, szerintem minden józanul gondolkodó polgárát, hogy miért akarják ránk gyújtani Európát. Miért mondja Macron, mint valami monomániás őrült, hogy NATO katonákat kell vinni Ukrajna területére? Hát én csak elkezdem, aztán nyilvánvalóan millió egy dolog van alapvetően én úgy látom, hogy azért, mert Európában egy csomó országban nagyon megerős, én nem jobb oldalnak mondanám, patrióta. Patrióta alakzatok, pártok, pártcsapatok erősödtek meg, mert ez a jobb baloldal, ez már egy linkség. Tehát abban az értelemben, ahogy Németországban jobb mondták a CDU-t, baloldal, meg a szozdemeket, ez egy hülyeségé bohózattá fajult már már nem, már nem, nem lehet megkülönböztetni őket, főként ugye a koalícióban is, most már ezt a régi struktúrát, amit a németek ugye altpártáj ennek neveznek, a régi pártoknak neveznek, az omlik le, de nem csak Németországban, másutt is, és megjelennek, Hát ezen altpártályek, tehát a régi pártok által szélesőségnek nevezett pártalakulatok. Mert minden, amit nem a nőnótájukat fújja, az szélsőség. Egyrészt úgy mond a, jó, a régi jobb oldalon, meg a bal oldalon is, és érdekes módon baloldaliaknak is azért van patrióta vonulata. Korábban a szozdem típusú baloldal egyre inkább ebből kivonult. Magyarországon utoljára kétli annáék esetében volt, amikor ugye a pártegyesülés előtt rossz emlékű Marosán, ugye, és csapata a Szozden pártból kinyiffantotta, sokakod ugye egyszerűen fizikailag is, és aztán összetolt ezt a két alakulatot, tehát attól kezdve erről nem beszéltünk. Most viszont megint megjen Németországba, is, meg más helyeken is ez, tehát páni félelem, akkor visszatérnék az páni félelem uralkodott el, hogy esetleg ezek az alakulatok előbb-utóbb kormányra kerülnek, és semmi sem drága alapon, háborús pszichózis kell kelteni, és hát ahogy látjuk ezekből a, hogy mondjam, régi típusú, mert a Macron is ugyanaz szecskába, tehát tök mindegy, most mit tudom én, mit mondtak, hogy lendületbe vagy valamilyen hülyeséget találtak ki a pártuk, tök mindegy, tehát ők egyszerűen Pánikban vannak, hogy... a, en français, Elámba van vannak, elámba, <síthat> Most azonban már lekonyulóban, de teljesen minden, mert a másik, akitől még nagyon félnek, Mari jön. föl, föl. Tehát ne, nem zavarja őket az jobban, hogy mi lesz ebből az eszkalációból, esetleg még is sőt, ilyen kijelentéseket tesznek, eszeveszett sietségben vannak ez emiatt is, meg sok egyéb mások miatt, és sajnálatos módon nem tudom magamtól azt a gondolatot elhessegetni, hogy még igen, a tűzgyújtás sem áll távol tőlük, ha végképp veszni látják a pozíciójukat. Még a NATO főtitkára is ö fölháborodott már azon, amit Macron művel. A politikáról beszélünk most, mint mindig nem át ilyenkor legalább időnként feleleveníteni azt, hogy maga a szó honnan ered a polisz, tehát ugye ez egy 2500 éve létrejött az antik görög társadalomban létrejött kifejezés, ami, ami ugye a, a polis, tehát a városállam, akropolisz, azt, az valójában azt a várat jelentette, ami védi az, emberi, az, adott emberi közösséget, és a politika végül is szinonimájává vált egy emberi közösség, önigazgató folyamatainak. Tehát az az, a, az, az intézményrendszer és az a folyamat, amelynek keretében egy emberi közösség felismeri a saját stratégiai érdekeit, és megpróbálja úgy szervezni az életét, hogy egyre inkább megfeleljen ezeknek a stratégiai érdekeik. Ez volna a politika ideáltipikus modellje, tehát amit az Imre nagyon helyesen azt mondja, hogy hazafias, az mondhatni, Abszolút evidens, tehát az lenne a természet. De mi más dolga lehetne 2500 éve, amióta ez a szó létrejött a politikának, mint hogy felismerje az adott emberi közösség ön újrateremtésének alapvető szükségleteit, és mindent igyekezzen megtenni annak érdekében, hogy az adott emberi közösség helyesen összpontosíts, helyesen ítélje meg a helyzetet, helyesen döntsön, és döntései alapján helyesen cselekedjen ez akár így is lehetne akkor, hogyha elhinnénk azt, hogy a világban létező 203 ország, és benne az a, mit tudom, 30 valahány európai országban is ez a helyzet, hogy minden országnak megvan a lehetősége, és a választóknak pedig mondhatné szinte kötelessége is arról gondoskodni, hogy olyan uralmi struktúrák vezessék az adott országot, amelyek megfelelnek ezeknek a követelményeknek, tehát felismerik az adott Adott emberi közösség alapvető érdekeit, és olyan irányba próbálják vinni, úgy igazgatják ezt az teremtési folyamatot, ami az adott közösség javát szolgálja. Most ennek éppen az ellenkezőjét látjuk, és erre a magyarázatot csak az adhatja meg, hogyha mi ezt tesszük itt a beszélgetéseink során folyamatosan, hogyha kilépünk ebből a gyermeteg és hamis térből, amelyik azt mondja, hogy 203 ország van, jó, van ezek közül olyan, ami nagyobb és erősebb, de egyébként szuverén, tehát minden ország szuverén, és minden ország teljesen szabadon dönti el, hogy hogy rendezi be a maga életét. De azt látjuk, hogy ez nem így van. Ha így volna, akkor ezek az anomáliák, amiket most felsorolunk, ezek értelmezhetetlenek lennének, hiszen teljesen nyilvánvaló, hogy minden ilyen időnként valóban a rituális öngyilkosságra hasonló. Ma a németség is, meg a francia a franciaság is, mert azért ott is, tehát mind az, mert ezek kultúrák, vagy legalábbis az elmúlt ezer évben Olyan. Európában azért nem akármilyen teljesítményekre képes, kezdetben szakrális kultúrák voltak. és az kultúrák. ember, És az ember, Jó. hát azért fájdalmasan éli át, minden európai ember, tehát az európai keresztény, fehér ember nagy kultúrájának ezt a szellemi lepusztulását, értelemszerűen minden emberi lény fájdalmasan éli át, de a magyarázat csak az lehet, hogy vannak magasabb szintek. Mm. Ma már a világ számára, mikor a háttérkép elkezdődött 13 éve, ez még abszolút tabunak számított, hogy hogy van egy világbirodalom is, ami most éppen Amerika, meg ugye az a éven ma, éven ma olyan evidencia, hogy a halálos ellenségeink is rutinszerűen ezen a nyelven használják beszélnek. Ki. Tehát tulajdonképpen akár elégedettek is lehetnénk azzal, hogyha a halálos ellenségeink is természet használják azt a nyelvet, amire 13 évvel ezelőtt még csak szaladt totális kirekesztéssel reagáltak, akkor azért vannak. Valonnak nyilvánítottak bennünket. Hát hát így, így van, Tehát a hülye és vagy gazember uh -huh. volt mindenki, hülye. aki hasonló gondolatokat fogalmazott meg. Ma meg rutinszerű az, legalábbis odáig, Ló, hogy lé... gazember minőség, az már egy minőség. Jó, hát a... hülye. Igen, Kegyednek nyilván. A... Mi volt a jel jelvénye? Te mondtad, hogy minek A nemzet hülyének. Ja, ja persze, az, az indexen, ja, nem látod, ez, igen, nem ez van. még egyébként 12, mert ugye 11-ben indult, ez 12-ben volt, valóban ugye 11-ben indult a, a háttérkép, és 12-ben egy vasárnap ott virított nagybetűkkel, másfél millióan kattintottak rá, tehát végül is ingyen reklám, hogy hogy nem fogom leírni jogtanácsosunk javaslatára, nem fogom leírni ebben a cikkben, hogy Bogár László a nemzet hülyéje. Tehát, tehát valóban ez egy évvel a ja. háttérkép indulása után volt, tehát tulajdonképpen végtelen Minimum, elismerésnek mániákos, kell azt, hogy serüli, Jó, köszönjük. De visszatérve, hogy egyébként ebből is látszik, hogy a beszéd térnek tehát az, hogy milyen fogalmakkal és milyen értelmezési keretbe ágyazva beszélünk a világról, annak hát enyén szólva van jelentősége ebben a világban, hiszen, most majd meglátjuk, az európai választó, akik majd ott június-júliusban, mert ugye gondolom minden országban, másholban egy kicsit, náluk megvan az időpont, de ott egy, nagyjából van a... Persze. Tehát ugye az európai választók most megmutathatják azt, hogy a hamis értelmezési keretek beszédmódja győzte meg őket arról, hogy hogyan kell dönteniük, vagy esetleg hát reményeink szerint áttörés szerűen az Európa végre a normalitás irányába fordul. De visszatérve tehát az alapkérdésre, minden ilyen esetben egyszerűen arról van szó, hogy ma a német és francia vezetést egyértelműen ez jellemzi, de hát végül is a nyugat-európai ország, sőt, hát a keleten lásd a, a lengyel meg a cseh vezet, vezetést is. Ó, hát Tehát a németek még ad, a visszafogottabbak közé van, tartozunk. Vagy akár, mint Litván, Litván hogy <laughs> vagy, vagy egy óriás hatalmat nevezünk meg. Egyértelműen az amerikai birodalom a stratégiai érdekeinek valami olyan, olyan olyan erejű képviselete jellemzi, amire már nehéz is jelzőket találni, és nehéz is pontosan megmagyarázni azt. Ilyenkor nyilván ugye a az angol így mondja, hogy stick and carrot, tehát ugye valakit, az egy csökönyös szamár, a kép nem akar menni, két módon lehet kényszeríteni, vagy a bottal fenyegetni, vagy a sárga répával édesgetni. Valószínű, mind a kettő zajlik, tehát ugye az egyik a sima korumpálás, az édesgetés, a másik meg a dosszié, tehát hogy, hogy mindenkiről van éppen elég fenyegető, az előéletében, ahhoz ezek a, ezek a buktatgatások különböző okokban ilyenek. azért. Jó, tehát, tehát, sajnos azzal számot kell vetni, elsősorban, a, mint választó, mert mindjárt választópolgárok vagyunk, tehát választópolgárként számot kell vetni azzal, hogy a politika, a politikus, igen nagy valószínűséggel, itt Európában ez közvetlenül látják, fogva van, tehát fogságban van, nem azt mondja és nem azt cselekszi, amit esetleg józan belátás alapján maga is helyesnek gondolja, hanem azt a, hát ugye a magyar ezt ironikusan úgy fejezi ki, hogy szabad ember vagyok, szabadon azt teszem, amit szabad. Hogy aztán a birodalom most mit enged meg, hogy, hogy a birodalom most hol tart, arra jó példa, hogy e, tehát az ember ilyenkor nem, nem, is tud, tehát hogy mennyire kifordult a világ abból a medréből, amiben ff, csordogált az elmúlt évtizedekben. Csak két apró példát említeni, hogy amióta a római szerződés óta létezik az európai integráció, 66 éve, az Abszolút értelmezhetetlen volt, hogy az Európai Parlament, ami egy súlytalan hivatal, mert az, az beperli a kormányát, a saját kormányát, vagyis a, az Európai Bizottságot csak azért, mert merészelte a Magyarországnak egyébként jogszerűen jogállami, jogállami szinten járó erőforrásokat. A másik, hogy az amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó sajtótájékoztatója a Fehérházban körülbelül egyharmad részben arról szól, hogy az amerikai elnök, tehát újság, három újságíró is, és nem hagyja magát a három újságíró, hanem visszakérdez, hogy, hogy a nemzetbiztonsági főtanácsadó mégis hogyan vélekedik arról, hogy az acting amerikai elnök, ami szintén értelmezhetett le, hogy egy acting amerikai elnök a magyar miniszterelnököt, aki akárhogy is nézzük, tehát Magyarország egy jelentéktelen semmi az amerikai birodalom számára, és hosszan értekezik arról, hogy a magyar miniszterelnök, és ezzel felemeli a globális hatalmi szintre, majd ezt követően vita alakul ki, nem hagyják magukat az újságírók, a sajtó, az egyébként a manipuláció legfőbb bázisát jelentő globális média nem hagyja magát, és rákérdezik de ez a Nemzetbiztonsági Főtanácsadóra, hogy mi a véleménye arról, hogy a magyar külügyminiszter simán hazugnak nevezte az amerikai elnököt is, majd ezt követően, mikor ez lezajlik, magát a Nemzetbiztonsági Főtanácsadót is. Ezt most csak azért mondom el, hogyha. hogyha véletlenül egy olyan politikus akad, mint Orbán Viktor, akinek tudása, bátorsága és becsülete is van, hogy csak a három fő erényt említsem, akkor az valami olyan eszelős kuriózum a mai világban, és ez jelzi azt a szellemi lejtőt, ami az elmúlt évtizedekben, és főleg az elmúlt néhány évben végbe ment, hogyha véletlenül akad, ahogy Imre említ, egy patrióta, egy normál, egy normális vezetője az adott emberi közösségnek, aki felismeri ezeket az érdekeket, tehát van tudás van bátorsága ezeket képviselni, és van becsületes helytállása, hogy ezt ne öt percig csinálja, hanem folyamatosan, és ez szuper kuriózum. Na ebből a perspektívából kell megítélnünk a mai európai politikát, ami egy mocsár, értem, egy szétrohadó mocsár, hogy a jelek szerint valami elképesztő, és szinte már megmagyarázhatatlan tudás, bátorság és becsület kell ahhoz, hogy valaki azt tegye, ami egyébként mint a dolga. Világos. Folytassuk onnan, hogy szavaitokból azt teszem ki, hogy akkor gyakorlatilag az Európának valamilyen szinten önmagát kilóra eladó vagy megvett politikusi garnitúrája kiszolgálja az amerikai érdeket, vagyis a háború, az eszkaláció, ez az amerikai birodalom érdeke. Na de mit keres ebben a NATO? Azt tanultuk, hogy ez egy védelmi szövetség. Hogy, hogy, sem Oroszország, sem Ukrajna nem NATO tag. Mit keresnének ott a NATO katonák ebben a konfliktusban? Ezt a dolgot nagyon egyszerűen lerendeznék. Én még visszatérnék azonban, hogy másik oldalon is azért van mozgás, nem vagyok ennyire éppen. Tehát nagyjából úgy mondanám, és mit keresett annak idején a Varsói Szerződés Csehszlovákiába? Mit keresett? Mert oda mentünk be, ugye nincs Hát, hát ugyan annyi keres a NATO. Csesztovákiát hát az imperiális. De legalább, de az, <laughs> az Varsói Szövetség tag volt, nem? ó, oh, Ott oh, 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 pillanat volt. De, de, de most... Varsói Szövetség megvédi majd a nyugattól azóta mese, nem? Ugyanúgy, mint a NATO, ez is egy védelmi szövetség, a támadás érné valamelyik tag, megvédjük. Tehát ugyanazzal a hamis logikával, vagy logika mentességgel dolgoznak már, átlépnek ezzel, hát mit foglalkozunk mi ezzel. De térünk vissza arra, hogy hát gyakorlatilag igen, mint a Laci elmondott, tökéletesen így van, be van szinte az egész világ darálva, azért azonban mindig a mérték, az nagyon fontos. Mikor Persze. vált ki egy változás sorozat, ami rossz irányba megy, valami ellenhatást. Mikor jelennek meg új minőségek, ugye? Tehát miután megjelentek új minőségek, végig lehet nézni országokon, megjelentek új minőségek, úgynevezett pártok jöttek elő, a jó ég tudja honnét, korábban nem léteztek, nem is hallottak felőlük. Ez kivált egyfajta Hát egyrészt dühöt, meg félelmet. Dühöt és félelmet, és akkor jön az, hogy na is a NATO mit keres itt. Hát ha nem tudunk a, hogy mondjam, az elbeszélések területén továbbra is fölénybe maradni, vagy dominálni a terepet, akkor majd jön a muszkli. A NATO az a muszklyt jelenti, hát az a fajta fenyegetés, hát hogy a fenében? -e? Hát ugye mindig méregetik a NATO muszkliát, hát most is más se folyik az orosz-ukrán fronton, hogyha azt mondja, hogy ha majd esetleg. Hát ugye, jaj, Istenem, és hazudozás, az az, nem ennyi. Egyrészt azt mondják, hogy az ukránok legyőzik az oroszokat, mert olyan gyengék, hogy olyan gyatrák, hogy annak esélye van. Másrészt ugyanebből a szájból, a másik oldalból, az jön, Iván azonnal megindul a tankok kolosz, ez alatt az Atlanti óceáni. Hát építenék arra a totál gügyeségre, amit a birodalmuk nagy részében az országban létrehoznak, hogy az állampolgár attól vezéreltet, hogy relatív jólétben van, már gondolkodni is elfelejt, az agysejtjei már nem működnek, maximum a szakmai feladatát végezi el reggel 8-tól délután 4-ig, és elmegy bevásárolni, bekapcsolja a tévét, hova megyünk film nyáron, hova megyünk sielni, befejeződött minden. Tehát a világ dolgairól, tehát a polisziról, a, a politikáról, ami a görögöknél is már tétel volt, tudom, egy atén mennyi volt, pár, pár, tízezer lakós körülbelül, ott már nyomták a sódert, ott már voltak ellentétek, is politikai pártok, ugye a, 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 a laténi bölcsek egyik a másik ellenvéleményel is találkozott, nem csak amit ő mondott az a szent, azt már úgy hívták, hogy diktatúra, néha az is volt persze. Na szóval, hát ide jutottunk el. Na most én ezt inkább pozitív dolognak tartom, a veszély viszont az, amit az előbb is kiemeltem, hogy a másik fél, akinek ez a dagvány, ez a mocsár a létezési terepe rendkívül ideges, és úgy érzi, hogy az időt kieresztette a kezéből. Tehát rendkívül siet, és aki siet és kapkod, az ritkán végez eredményes munkát, a nem eredményes munkába éppen ezek a háborús úszítások, és időnként meg megböknek valakit, hogy mondjon be valami kapitális baromságot, mint például Macron, de mondanak mások, akkor egy kicsit figyelj, de mi éregetik, hogy most mit népnek nem, de akkor jön a NATO főtitka, azt mondja, a NATO nem, 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 a NATO nem, akkor majd úgy lesz, hogy egyes országok, NATO tagok, akkor franciák, szóval hát úgy szokták ezt pestőn hogy keverik a koktét, van egy nem egészen finom, hát ez, ez folyik, ebbe élünk most. És hát, Lehet egyébként, bocsánat, ennek a egésznek, tehát hogy a NATO-nak közvetlenül, ami egyre inkább benne van a politikai atmoszférában, tehát hogy, ez egy kelet és nyugat-európa. Tehát ma legalább egy fél tucat olyan európai miniszterelnök van, aki ezt nap mint nap hangoztatja is, tehát láthatólag ez egy tendencia, tehát ez egy karmesteri beintésre zajló, tehát hogy épül fel az a beszédtér, tehát az a magyarázat, hogy, hogy egy idő, és amiről sokat beszélnek, tehát nincs az a hazugság, hogy ezt is hogy, után, után, hogy egy idő után, hát, de mindenki hát, állandóan ezt hallom, mondja, é, hát mér, ez most van, van, én, nincs ebben már semmi meglepő, tehát készítik fel kell, tehát ugye a politikai légkört alakítják is. Ennek talán az egyik lehetséges oka, időnként ezt is említettük, hogy, hogy azért a demográfia az egy nagyon kemény korlát, és Ukrajna demográfiai értelemben egész biztos, hogy már ma sem, de rövid időn belül egyszerűen fizikai, tehát a fizikai testeket, az emberi fizikai testeket illetően képtelen lesz kiállítani annyi, annyi embert, ami elégséges ahhoz, hogy, hogy, ez a háború még ki tudja, meddig, már ameddig az amerikai birodalom akarja tartson, és ezért két opció van. Az egyik, hogy akkor a nyugat zsoldosokkal, ez valószínű már ma is zajlik, hiszen alig hát tudjuk ellenőrizni, hogy, tehát vagy. valamilyen szintig már egészen biztosan most is jelen van. A másik pedig hát ez, hogy akkor először csak katonai tanácsadóként, hát azért gondoljatok arra, hogy a a, a noha a De Gaulle figyelmeztette az ifjú Kennedy elnököt, hogy, hogy, mi franciák hogy jártunk a vietnámi mocsárba, tehát nem ajánlanám önnek, hogy végigcsinálja ott. Tehát a halála előtt a 62-ben találkoztak, 62-ben, és akkor akkor ezt azért elmondta, hát, Még, mégis Tehát Nyilván Kennedy valószínű tanulni akart ebből, csak már nem volt ideje az ebből megtanultakat véghez vinni. Utódai pedig a legteljesebb lelkesedéssel. És ott is az volt, hogy először ilyen néhány ezer fős amerikai tanácsadó társulat volt jelen, a legnagyobb, tehát a csúcson pedig 552 ezer amerikai, tehát ekkor katona, katona harcolt ott, összesen másfél millió amerikai katona járta meg, és, és 52 ezer, több mint 50 ezer bele is haltak, és körülbelül 200 ezer sérült veterán van, még mindig vannak olyanok, akik nem is ketyeget le, így is kb. 600 milliárd dollárnak hát, felel meg Lacia, a... A mi generációnk volt akkor épp katonak köteles, hát, éve amikor éve. ott vélem. Ilyen támba kellett Köszön. küzdeni. Az egyik barátom Zalegerszegről, családegyesítés révén, két éve óta fiatalabb nálam, kikerült, azért nem mert az Egyesült Államokba menni, hanem a bátyai is, mint Kanadába települtek át, mert ugye ilyenkor nyilvánvalóan frissen érkezett, tehát azonnal beállták a seregbe. Azért ment Kanadába hosszú ideig, másfél évtizedig haza sem mert menni a szüleihez Amerikába, mert hát tudta és hallotta, hogy hát... Világos. hogy csak, menik. egy, csak, csak azért hoztam fel ezt a példát, mert Amerikában akkor a termékenységi ráta olyan 2,4 körül lehetett, Vietnámban viszont 7,2 volt. Tehát szóval bármilyen fájdalmasan hangzik, a fizikai teste, tehát az adott emberi társadalom fizikai teste is meghatározó lehet egy háborúban, hiszen a fegyver önmagában, ha nincs ember, aki ezt a fegyvert kezelje, akkor értelemszerűen a fegyver önmagában véve, bár lehet, hogy egyre inkább arra drónokkal is egyebekkel, hogy Na jó, ülök, lehet. kényelmes a, a is 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 jó, is Jó, persze. Tehát most még azért ott tartunk. Olyan hogy a jó felkészült, viszont persze. kevés van aki ezt a technikát, nagyon jó. Persze. Kérs. Tehát arra felé megyünk, de egyelőre a fizikai test nem nélkülözhető a nem. háborúban, és lehet egy demográfiai oka is, hogy, hogy mert vagy a zsoldos, vagy nyíltan bemegy a NATO oda. Valószínű, ezt majd valahogy keverni akarják, tehát ennek valamilyen kombinációja fog létrejönni, de akár. Melyik is valósul meg, még egy pillanatra a NATO-ra visszatérve. A NATO, tehát a NATO kezdettől fogva valójában az amerikai birodalom stratégiai érdekeinek a fedő szervezete. Tehát, ha úgy tetszik, az amerikai birodalom elegánsabbnak tartotta azt, hogy ha nem nyíltan lép fel Európában, hanem, hanem arra tud hivatkozni, hogy ez egy szervezet, amiben mások de, de kezdettől fogva, egyes egyedül a francia De Gaulle volt az, aki szuverén távol döntéseket tudott hozni a NATO-val kapcsolatban. Soha, amióta a NATO fennállt, tehát 49 óta, soha nem fordult elő az, hogy, hogy valamelyik NATO tag vezetője nyíltan valami olyan stratégiát képviselt volna, ami az önállóságát demonstrálhat. A mindenki engedelmességgel, aki belépett a NATO-ba, engedelmességgel tartozik. Én az remélem az azt, hogy a következő alkalommal is még mindig feltételes módon fogunk erről beszélni, hát. mert Putyin nem kertelt, elmondta, hogy hogyan fogná föl ezt a jelenséget, és azt is elmondta, hogy a teljes atomarzenálja működőképes és harckészültségben hát, e van. De bocsánat, kérek, ha valakit sarokba szorítanak. Hát, én... Mert Oroszország ezt úgy éli meg, és jogosan. Hát ugye Oroszország ellen már többször indultak, mindig azok indultak Oroszország ellen nagy elánnal, akik egyébként a nyugat jelenlegi rendszerének is a konkurensei voltak, mert Napóleon is konkurens volt, meg a harmadik birodalom is konkurens, és véletlenül mindig Oroszország verte le őket, de valami kegyetlenül, és így hálálja meg ezt a nyugat, hogy akkor most szervezette majd, mi szépen lenyomunk titeket. Hát sokszor. Aminek az eset. alapvető oka az, hogy Oroszországot mindenki csak kifosztani akarja. Jó, tehát, tehát úgy fogja fel, hogy itt van a világ legnagyobb tartája, tehát a anyagtartája, és mi az, hogy, Na, mi mi igaz, az, igaz? hogy mit tudom Nem én, 150 hozzá. millió vagy 140 valahány millió orosz, a 8 milliárdos emberiségbe lefoglalja a világ legnagyobb anyagtartáját. Tehát tulajdonképpen minden birodalom így tekint erre, hogy de mi, milyen, milyen jogon mondja, és ő úgy gondolja, ne, hogy neki ne, legalább ne, ne, akkor a joga van. Rosszabb, a, egyedül a brit stratégiai vagy geostratégiák ugye McKinder és a többiek voltak viszonylag becsületesek, akik kimondták ezt, hogy igen, ez a, ugye Hurtland, tehát ez a világ szíve, tehát a, az a világúra, aki ezt birtokolja, és hogyha So... mégse birtokolja, és a világúra akar lenni, akkor viszont legalábbis a vazallusaként kell használni Oroszországot, ami a jelcén korszakban meg is valósult. Mm. Tehát aki világbirodalom akar lenni, nyilván Napóleon is, Hitler is erre törekedett. Hát Valószínű, nem is hogy egy, egy bábállamot, tehát fenntartottak, volna, nem lehet hogy üzemeltetni. Tehát nagy valószínűleg egy kollaboráns bábállamot hoztak volna létre. Egyébként Hitlernek ugye majdnem siker, ott volt a hatalmas hadsereg az az, akik átálltak. Hát ez 400 ezer hadsereg Ogyne, volt Laszof a Vlasov oh, tábornok persze. vezetésével. Az Jellemző módon utoljára rólam. adták meg magukat május 9-én Prága környékén, mert ott ért véget valójában a második világháború. Hát el tudjuk képzelni a sorsukat, hogy mi is történt hát azokkal, akik a túlélési arány nem viszonylag, volt magas. igen, viszonylag alacsony No, volt. Uh, Imre már említette, hogy uh, egy csomó új Politikai erő mozgolódik szerte Európában. És ez a jobb és baloldali osztat, ez már igazából nem, nem írja le azt, ami zajlik itt Európában. Lesz. De azért egy nagyon, nagyon kellemetlen és érthetetlen jelenségről beszéljünk. Az pedig az, hogy nevezzük patriótának, ahogy te mondtad, nevezzük őket a szuverenistának, yeah. szemben jó, ezzel a globalista törekvéssel uh, rendre nyerik meg a választásokat, és egyik sem tud kormányt alakítani. No, Miért? Ez nagyon fontos, mert a másik... Spanyolország, fél... Hollandia, és sorolhatjuk a példákat. Hol... És most még portugália sem De akkor nézzük végig konkrétan. Hát ugye a másik fél sem alszik azért nem szoktuk mi bogárlacival lenézni őket, néha még érdemeiken túl, túl is, is magasztaljuk őket. Szóval az a helyzet, hogy időben felkészülnek erre a dologra, és többféle módszer van ugye. Egyrészt beépülünk oda megfelelő bomlasztó emberekkel. Hát a magyar rendszerváltás, mi a, mi a francról szó 20 évig? mint másról, mint erről. Hogy beépített illetők mindig robbogattak megfelelő időben. És meg is hasították idézett, minden pártot. És bátor. meg is hasították az... úgymond a Patrióta oldalt. Mindig sikerült. Majdnem mindig sikerült nekik. 2010-ben viszont mellé fogtak, mert létrejött egy nagy nemzeti koalíció. Fenyegetem akkor korrupciós tételekkel beviszem, mindenképpen folyamatos az információm, és akkor létrehozok olyan helyzetet, hogy minden kis pártban, ami van mögöttük, ezek az elemek kvázi, vagy direktbe, vagy a háttérből irányítottan, hát most egy csúnya szót fogok használni, tele megy a nadrágjuk. Nem mernek a szörnyűséggel szövetkezni. Ott Svédország, emlékszünk ugye, megnyeri a... A demokrata párt, de svéd demokraták megnyerik torony magasan a választás. Végül úgy működik a svéd kormány, hogy nem ők alakítanak kormányt, bent sincsenek a kormányba, viszont annyira vannak, hogy mondjam, kooperatívak, hogy a többi úgynevezett jobboldali párt, hát tudjuk, mit szemtelenkedtek a svédek velünk, ezek a jobboldali svédek is, azok azért működőképesek legyenek ugye Hollandia nagyon érdekes most Hollandiába aztán tényleg és hogy ugye ott, ott nagyon aprózott pár struktúra van, vagy 15 párt a parlamentben, 3 a kettővel, itt mennyibe be lehet jutni. Megnyeri ez a Wilders, de valami torony magasan, 27 mandátumot elvisz, az utána következő Európai Uniós alvezér, a Timmermans, meg vagy 25-öt visz, és képtelen összehozni a koalíciót, mert mindenki reszket, mint a nyárfa itt. Ugye? Na most mehetnénk tovább, Spanyolország. Ott is nyertes Ergen, volt a, a párt, lényeg, nem tudják. Lengyelország. Tudjuk, hogy mi van Lengyelországban, erőszak. Ugye? És most legutóbb Portugália, talán itt van a legtöbb esély arra, hogy valami azért lesz, ugye Portugáliába vissza kell menni arra, a, amikor ez a milyen szexus forradalom, mit tudom én mi volt, akkor kezdték ezt a virágos munkákat elkezdeni bal oldalról, vagy hát ez egy lipső oldalról, hogy akkor, há, senki nem lehet rá. Egyik csapat szocialista volt, másik szociáldemokrata nevében. Hát az szinte ugye nagyjából ugyanaz. Aztán később azért kiderült, hogy ez a Szozdem párt azért mégse annyira úgymond baloldali, hanem a néppárti figurákhoz hozott. Most ez az alakulat nyert, igen ám, de mellettük följött potenciális koalíciós partnerek, egy virtigli Ellenző csapat, hát majd most meglátjuk, hogy ebből lesz-e koalíció. Tehát gyakorlatilag ők, mármint a Laci barátai, előrelátó módon elkészítettek csapdákat is ezeken a helyeken. Most, hogy meddig lehet ezt a csapdát üzemeltetni, a csapdákat, hát az országonként el fog térni, de hát itt a nyakukon ugye már az amerikai választás, itt van, most hogy a választó ettől majd be, eh, bol, eh, hogy mondjam, bevadul, és még jobban a patrióta pártokra szavaz, vagy éppen megijed, hát azt majd elválik június Első mm. Németországban egyszerűbben akarják meg, hogy be akarják tiltani az AFD-t, mielőtt még nyerne, ja. és akkor nem kell a csapdákat ja. használni. 20 fölötti Igen. pártot betílt, talán. Igen, hát a, a német példa jelzi a legjobban, hogy uh, ha, ha véletlenül valahol nagy, nagy, erejű ez a patrióta, a szuverenis, tehát a normalitás, tehát a legegyszerűbb, tehát így lehetne megfogalmazni, csak az ember szégyeli, hogy magát, ezt, már ez is szitok szóvá vált, nem oh. szégyelet magad, normalitását, már normális oh. volt, hogy a normalitás, <laughs> normális hogy a normalitás, vagyunk, normális akarsz, akarsz, akarsz lenni, lenni? Jó, hát azért, szóval azért a szellemi felbomlásnak ez már olyan szintje, amit az ember nehezen tud, nehezen tud követni, de hát nyilván, mint mindennek, ennek is oka van, tehát azért jó lenne, minél pontosabban látnunk, illetve hát látjuk is nap, mint nap, hogy a globális média valóságipari művein keresztül hogy verik szét szellemileg, mondjuk leginkább Európát, mert számunkra nyilván közvetlenül ez érzékelhető, illetve ez a legfájdalmasabb. Tehát valóban az a, az a legdöntőbb kérdés, hogy hogy ez, ezeket, ezeket, amiről Imre beszélt, tehát, tehát, ez a folyamat, hogy szétaprítja, tehát, tehát egyrészt szét fragmentálja, hogy elegánsan nagyon szokták fírom, mondani, tehát szét, szétveri a politizációs rendszert, és abban nem tudnak felépülni azok az alternatívák, vagy ha felépül, hát ez a legjobb példa Németországban, akkor, betűntünk. de még csak nem is, még csak nem is nagyon akarják úgymond véka alá rejteni, tehát nyíltan és büszkén hangoztatják a demokrácia, a liberális demokrácia felkent hívei, hogy az AFD csak azért, mert valóságos alternatívát kíván Németország számára, az egy fasiszta párt, amit, és jó úton haladnak arra felé, hogy ha nem is betiltani, talán, de olyan korlátozásokat létrehozni, illetve olyan légkört hát kialakítani őket. a német választ. de akár, akár még az is megtörténhet. És ami felé a német politikai struktúra megy, az egy olyan újabb nagy koalíció, amiben, ahogy Ingré mondta, amiben végre megcsodálhatjuk azt, hogy a világon semmi különbség nincs már. Ugyanaz a. Hígmoslék, ami a, a jobb és bal, tehát a CDU-CSU egyfelől, a szociáldemokraták másfelől. Nagy valószínűséggel egyébként mind a kettő rá is fog kényszerülni erre, hiszen abban versengenek egymással, és ezt végtelenül fájdalmas látni, hogy melyik tudja leggátlástalanabbul a németség stratégiai érdekeit leggátlástalanabbul feladva az amerikai birodalom stratégiai érdekeit szolgálni. Tehát ilyen értelemben zsák meg a fótja, és nagy valószínűséggel ez is fog bekövetkezni, mert már egyik sem lesz képes. Amiben mind a ketten érdekeltek, az az, hogy mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a valóságos alternatívát felmutató alternatíva Németország számára nevű alakulatot, és egyáltalán minden olyan törekvést, ami ebbe az irányba mutat, azt meg tudjanak semmisíteni. Ez tulajdonképpen végül is nem más, mint a politika önfelszámolása, hiszen ahogy amikor elkezdtünk beszélgetni, ahogy mondtam, 2500 éve, tehát aténi demokrácia óta tudjuk, hogy a politika az nem más, mint az emberi közösségnek az a tevékenysége, hogy felismeri és követi a saját stratégiai érdekeit. Itt meg valójában visszajára fordult az egész. A politika az, ami mindent megtesz annak érdekében, meg, hogy, hogy ez nem hogy véletlenül bekövetkezzen. Na, Na most mindent. a stratégia érdekes <laughs> módon, Laci megszólalását folytatva. A stratégiai érdeke most az úgynevezett baloldali szozizöveknek és az úgynevezett jobboldali cdu csz az, hogy kipotyancsák a zöldeket, mert túl sok bajt okoztak a rendszerbe. Ebben túl speciál, so... akár egyet is tudunk velük érdezni. Ez, ez, Tehát ez mondjuk Ebben a más kivétel lesz olyan. De meg kell tőlük szabadulni, mert a zöldek tevékenysége hozta ilyen magas szintre a valóságos alternatívát, az élettől nem idegen elképzeléseket, ugye? Következésképpen betenni megint a cuclit a választónak a szájába, gyerekek, megint yeah. megy minden a rendes kerékvágásba, megint előáll a nagy koalició. ezen már spekulálgatnak aztán, hogy összejön, nem, hogy az események átta, átcsapnak a fejük, Fölött az a következő hónapoknak a kérdése. Azt hogyan látjátok, hogy Trump esetleges győzelme az elhozza -e egy olyan típusú változást, amiben ezek a normálisak, ezek a józanok alapvetően bíznak, hogy tehát akkor gyengébbek lesznek azok az erők, akik az alternatívákat szétrombolják, és fragmentálják, és tönkreteszik. Hát, van az óriási félelem. Ezért kéne még azelőtt terminálni dolgokat, mielőtt az Egyesült Államokban változása megy, mert még azt is el tudom képzelni, hogyha Trumpot győz, itt viszont valamit megfognak, meg, meg tudják hogy szembe kerül Amerika Európával, és ugye Trump azt mondja, hogy semmi lóvé nincs már az ukránoknak, fegyver sincs semmi, ezek meg tovább fújják a dolgot, és a világ főhatalom is hát kvázi mondjuk headquarter főadicsállás szerűen áttelepül mondjuk Németországba ide de ez még bent van a képben. Erre a kérdésre a válasz csak úgy tud megszületni, amit a utóbbi egy-két évben azért gyakran el is mondtunk, hogy fel kell tételeznünk egy harmadik szintet is, tehát ugye van az amerikai birodalom, most elvileg formálisan az amerikai birodalom kikerül azoknak a kezéből, akik, ha Trump győz, kikerül azoknak a kezéből, akik közvetlenül kiszolgálják ezt a harmadik típusú a birodalmak felől is döntő. Hát a, a mély állam mélyebbre tehát kell a, Tehát az a nagy kérdés, igen, az a nagy kérdés, hogyha a Trump győzelme mégis bekövetkezik, igen, szóval ebben a világban, tudom, szürreális lesz, amit mondok, de ebben a világban most már Tényleg a szószoros értemben mindent elképzelhetőnek kell tartani, azt is, ami elképzelhetetlen, természetesen. Tehát én nem zárom ki változatlanul annak a lehetőségét, hogy ez a bizonyos harmadik szintnek nem feltétlenül van ellenére Trump győzelme. Nehezen tudom elképzelni, hogy a világban valami olyan történjen, ami frontálisan szembe megy ennek a harmadik szintnek az akaratával. Tehát azért arra nem átkészülni, szerintem a lelke mélyén Trump is pontosan tudja, hogy ez a harmadik szint, ha engedi őt győzni, tehát tehát ez a győzelem megvalósulhat, annak azért megvan az ára. És tulajdonképpen egyre intenzívebben azon kellene gondolkodnunk, mert ez dönti el a következő rendkívül kritikus éveknek a történetét, mm. hogy ez a harmadik szint egyrészt mit akar magától az amerikai birodalomtól. Ott is kétfelé ágazik a dolog. Az egyik, hogy meg akarja buktatni, illetve hagyja elbuknia, mint ahogy az előző birodalmakat is. De a másik lehetőség, és talán ezt sem zárhatjuk ki, hogy mivel nincs igazán alternatív, elképzelése arról, hogy mi történik akkor, hogyha szétesik az amerikai birodalom, és alatta szétmálik a nemzetállam is, mert az menthetetlen. A nemzetállam még rosszabb állapotban van, mint maga a birodalom. És ezért nem elképzelhetetlen, hogy ad esélyt annak, hogy magából, Amerikából szellemi, olyan szellemi energiák szabadulnak fel, ami egy egész, az egész világnak, tehát azon keresztül Európának is egy egész más irányt, irányt adhat. Erre csak egyetlen mozzanatot említenénk, ugye ez a Talsi Gabbard nevű ö, hihetetlenül kultúrált, kedves, elképesztő, az ember nem is tudja elképzelni, hogy honnan jön ez a hihetetlenül tiszta hang, ami, ami, amit, ami az ő megnyilvánulásaiban észlelhető. Ez is arra utal, de hát akár uh, Tucker Carlson uh, okay. szerepe is, tehát tehát azért van eh, néhány őben, szellemileg... Műben, jó arcú Így fiatalok. Van, tehát szellem... Így van, jó arcú fiatalok, ez egy nagy, nagyon fontos mozzanat ebben a világban, mert azonnal 100 millió ember nézi őket értelemszerűen, tehát azért nem teljesen esélytelen az is, hogy ez a harmadik szint, vagy az sem, teljesen esélytelen, hogy ez a harmadik szint ad esélyt Amerikának arra, hogy hogy teljesen átol a szellemi értelemben, teljesen átalakítsa a birodalmi szerepét is, meg persze a saját nemzetállamához és az egész világhoz való kapcsolatát is. Ez ma még teljesen szürreális, tehát ezt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, de hogy, de hogy most azért végre demonstráljam az Imrének, hogy időnként bennem is van lehet optimizmus, tehát nem kizárólag mindig a legsötétebben El, látom. Én most ebben, de tényleg, tényleg. tehát ebben én változatlanul azért növekvő esélyét érzékelem annak, hogy vannak ilyen, hiszen megnyilvánul, tehát két személyt már is meg tudunk nevezni, akik igazi gyöngyszemek, tehát elképesztő szellemi energia van bennük, és azért az, hogy meg is nyilvánulhatnak, mert az, hogy vannak értékes emberek Amerikában, ez 335 millió emberből azért, miért ne tételezünk rá, hogy van, de nem ez az érdekes, hanem, hogy a globális beszédtérben úgy, hogy több százmillióan néznek, mondjuk nem Taylor Swiss vagy a énekesnő, mert az több milliárdan nézik, de értelemszerűen itt egy kicsit másról van szó. Tehát be tudsz lépni abba, abba a hatalmi térbe, ahol, abba a beszédtérbe, ahol több millió embert a normalitás irányába, hiszen Tucker Carlson minden interjúja egyértelműen, Először. a, hát amit a Tó Péter mondott most, hogy, hogy no war, no gender, no uh, mi a harmadik, bocsánat. A migráns persze, így van, a mégis elnézést, igen. A, elnézést, a, elnézést, igen a, tehát, hogy, és ezzel tulajdonképpen le, le, megalapozza azt a globális nagy koalíciót, ami a normalitás irányába a, próbálná vinni a folyamatokat. Tehát azért adjunk esélyt talán. Abban ennek. bízom, hogy ennek kis ára lesz, mint az, amiről a műsor elején beszélgettünk. Hát, Reméljük, hogy, hogy errefele mennek a dolgok. Vagy, ha nem, olyan sodrásba kezdődik a, világ, a nyugati világ, hogy ez a főhatalom se tudja már kedves szerint az ügyeket abszolút kézbe tartani. Én nem jelent, hogy lemond róla, mert ki fog valamit ide, ide azért. Ezzel egyetértünk a Laci, hogy Na. valamit ki fog találni, ami majd a végén nem fog nekünk nagyon tetszni. Bízunk benne, hogy ide nem jutunk el. Minden esetre jövő héten is lesz háttérkép. A mai nap viszont a műsor ideje lejárt. Köszönöm szépen nektek az értékes gondolatokat. Hallgatóimnak, nézőimnek köszönöm a megtisztelő figyelmet. Jövő héten tehát újra háttérkép, de addig is hallgassák a hírefevet a viszont hallásra.